Városliget csónakázó taván vagyunk. Ez a rendezvény szem 2011-ben kezdődött. Hát ugye voltak ezek a betétszámok, amit régi kajakosok is, mint magam, bevállaltunk. Olyan párosokba ültünk be, ahol hogy a párválasztás az egy teljesen más sportákból, vagy más, az élet más területől érkező hölgy volt. Szerintem ez egy viszonylag vicces teljesítmény típusú verseny, ami szerintem szeretnek az emberek, és látják azt is, hogy egy átlagember is be tud ülni a kajakba, és tud versenyezni. Soha nem ültem még kajakban. Kajakkenus ismerőseim voltak, őket nagyon szerettem nézni a vizen, mert nagyon szépen haladnak a kis hajójukkal. Én inkább a lábammal dolgozom, ha sportolok, úgyhogy a kezem elég gyenge. De most ezt is megedzettük legalább. Hát még nagyon-nagyon gyerekkoromban voltam vízitáborban, de akkor még tényleg annyira kicsi voltam, hogy inkább a hajóban én ilyen kis potyautas voltam, és így próbálkoztam. Úgyhogy úgy valójában most ismerkedtem meg ezzel a sporttal, és egyébként bánom, hogy nem korábban, mert nagyon-nagyon tetszik, és óriási élmény volt. Ugye kérdezték is előtte, hogy evesztem, mert mondtam, hogy konditeremben rendszeresen, de hát az ugye közel nem ilyen. Az, hogy mennyire imbolyog maga a hajó, kell hozzá egyfajta szerintem egyensúlyérzék, és hogy iszonyatosan erőből, izomból, felső testből is közben, úgyhogy a láb is mozogjon valamennyire, tehát tényleg az egész testet megmozgató dologról van szó, úgyhogy ez így a vízen, nem pedig a konditeremben, nagyon különös volt. Ugye én autóversenyzem, és soha nem is terveztem, hogy kajakba fogok ülni, vagy bármilyen vízisportot fogok űzni. Hobbi szinten sem, hanem hobbi szinten lovaglok. De így elsőre nagyon élveztem, és mivel most tovább jutottunk, így a második fordulóban is szerintem nagyon fogom élvezni, de azon másodlagos, hogy ki fog nyerni. A hivatalos sprinttávnak a fele, tehát itt még jobban kidomborodik a gyorsaságnak a jelentősége, és hát nagyon közel van tényleg a lelátó a vízfelülethez. Itt a város közepén egy turisztikai célpontban található, szerintem ez nagyon exkluzívvá és extrémé teszi a helyszínt. Ugye ehhez lett igazítva a táv is, ez a 100 méteres két pályás versenyrendszer. Én szerintem nagyon emberközeli lett a verseny meg maga, tehát a közönség egészen test közelből nézheti a kajakosokat. Azok a versenyzők jöttek el, akik a múlt heti világbajnokságon eredményesen vettek részt. Ready, set. Ugye az egyes szintén megnyertem, tehát idén is, most is, tehát címvédés volt. Ennek örülök. A párosban tavaly az A döntőbe kikaptunk, tehát másodikok lettünk. Most megnyertük, úgyhogy mégiscsak jobb napot zártam, ha az eredményeket nézzük. Népszerűsíteni kell a kajakot, hiszen más sportágokban, kosárlabda, futballban, és annyira be van vonva a közönség, és annyira élvezik, hogy föl kell zárkozni nekünk is. Mindig irigylem a más sportágokat, például atlétikában is volt szerencsém az első sorban nézni Usain Boltnak a futását olimpián, Rióban, és annyira közel éreztem őt magamhoz, ami sajnos a kajakban nincsen meg, nagyon távol vagyunk, egymástól is nagyon távol vagyunk, és valahogy ezt kell egy kicsit összébb, valahogy kicsit mink a sportolókat is összetömöríteni, illetve a közönséghez közelebb vinni, mert ez a látványos, ez a jövő.